Köszöntöm Önöket, ma a Kutasi Csaba és Bíborka látványműhelyébe hívjuk Önöket, majd Ferenc Gyöngyösi Gyöngyvér Noémi pedagógussal ismerkedhetnek meg. Kutasi Csaba és Bíborka azon szerencsések közé tartozik, akik munkájuk révén rengeteget utazhattak. A fiatal házaspár sokáig idegenvezetőként járt a nagyvilágot, ám gyermekük megszületésük után úgy döntöttek, megállapodnak és valami újjal próbálkoznak. Mivel mindketten éreztek magukban egyfajta kreativitást, kézügyességet, egy restauráló, bútorfelújító műhelyt nyitottak, ahol a legszebb kézzel készített tárgyak mellett a régi bútordarabokon át szinte mindent sikerül új köntösbe bújtatni. Csaba és Bíborka hosszú éveken keresztül a nagyvilágot járta. Annak ellenére, hogy Csaba informatikát tanult, Bíborka pedig korábban közkapcsolatokért felelős szakemberként tevékenykedett, idegenvezetőként keresték kenyerüket, így lehetőségük adódott megfordulni a világ legkülönfélébb tájain. Először is köszöntelek titeket itt, és nagyon örülünk, hogy meglátogattatok. Igen, nagyon sokáig idegenvezettünk, és hosszú évekig éltünk Egyiptomban és Törökországban. Itt rengeteg érdekes tapasztalatot szereztünk, és sok idegen kultúrával ismerkedtünk meg, többek között utazásaink során is. Bejártuk hátizsákosan Indokína pár országát, így például Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát és Vietnámot. Ez a sok kulturális sokszínűség volt, ez ami igazából látható itt is, ha körülnéztek, akkor rengeteg stílus keveredik itt. Én is köszöntelek benneteket. Ez egy véletlenek sorozatának lehetne említeni, hogy informatikusból hogyan lesz utazó. Informatikához sok közöm nem volt, mikor végeztem az informatikát, az egy ilyen kényszer megoldás volt. Az utazások kezdete is teljesen véletlen formán kezdődött, és azt nagyon megszerettem, úgyhogy az maradt. Mint idegenvezető dolgoztam, ahogy említette a feleségem is. Először mentem én Egyiptomba, majd utána jött ő is utánam, és akkor együtt folytattuk ezt a szakmát, amit ott tanultunk meg, ami egyik legjobb hely, ahol ilyesmit meg lehet tanulni, mert egyik legnehezebb. Korábbi kalandos életük gyökeresen megváltozott, miután megszületett a kisfiuk. Ezt követően Bíborka valami olyasmivel szeretett volna foglalkozni, ami kreatív és egyedi tevékenységnek számít. Így álmodták meg azt a marosvásárhelyi látványműhelyt, amelybe minket is vendégül láttak. Mindig is vonzottunk a belső tér kialakításának a gondolatához, és hát már azzal kezdődött végül is, hogy hazaköltöztünk, és akkor kialakítottuk a saját otthonunkat, amit ugye minél vidámabbá és színesebbé akartunk tenni, és később ez annyira megtetszett nekünk, hogy továbbfejlődtünk oda, hogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha ezt hivatásszerűen űznénk, és így született meg ennek a látványműhelynek az ötlete, ami azért is érdekes, mert nem csak belső kiegészítési tárgyakat, bútorokat és egyéb dekorációs elemeket lehet itt találni, hanem ezen kívül, ha bejöztök ide, akkor láthatjátok, amint éppen valamin dolgozunk. Az ötlet gazda az a feleségemnek jutott eszébe, hogy esetleg ilyesmivel foglalkozunk, ahogy említette, a lakás felújítás után jöttünk rá, hogy ha mindenkinek tetszik a lakásunk, akkor miért nem próbáljuk meg, és csináljuk ezt olyan szinten, hogy egyrészt szeressük is, és még esetleg egy megélhetést is biztosítson. Az, hogy mennyire szeretjük, ez folyamatosan jött, ahogy neki kezdtünk, és kezdtünk el készíteni, felújítani, és folyamatosan tanulni székeket, asztalokat, és láttuk, hogy élvezzük először, hogy milyen, és aztán élvezzük, hogy milyen lett az eredmény, és az idő alatt rengeteget lehet tanulni, úgyhogy kipróbálja az ember. Jó, hogy zárójelben megemlíthetjük, hogy az internet is elég sokat segít, mert mostanában bármit meg lehet találni, hogy egyik A pontból, hogy lehet B pontba jutni, hogy az jó is legyen valamilyen szinten. Igazából mi egy ilyen bohém, eklektikus stílust alakítottunk ki, ahol nagyon sok stílusjegy megtalálja a helyét, így például a rusztikus stílustól kezdve a bohém stílusig sokszínűségre törekedünk, és
Hát ugye az, általában az emberek tartanak attól, hogy stílusokat ötvözzenek, társítsanak. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy ezek kölcsönösen kiegészítik egymást, és így összességében egy nagyon kellemes és vidám környezetet teremtenek. A Kamandalu nevet viselő kis tér nagyon otthonos. Aki átlépi a piros ajtó küszöbét, már is egy egzotikus, enyhén eklektikus világba csöppen, amely hűen tükrözi a bíborkáik utazásai során felhalmozódott sok-sok élményt is. A kis látványműhelyben az Egyiptomból származó tárgyak keltette különleges hangulat, és az erdélyi hagyományos bútordarabok varázsa, vagyis az ismeretlen és az ismerős világok keveredése egy furcsa, különleges, de ugyanakkor megnyugtató és harmonikus környezetet eredményeznek. A Kamandalunak a története pedig a következő lenne, Nász útunkra vezethető vissza. Amikor Indonéziába mentünk, Bali szigetén voltunk, egy kis kézműves városban, aminek Ubud a neve, és annak a hangulatát is szerettük volna itt egy picit feleleveníteni, de itt éreztük a legjobban magunkat, és ezt a szállodát Kamandalunak hívták, ami egy szanszkrit szó és az aszkétáknak a vizes edényét jelenteni. Tehát mondhatni azt is, hogy a bőség jele, amit mi is szeretnénk majd idővel elérni. El lehet képzelni egy aszkétát, aki mindenről lemond, minden földi jóról lemond, tehát a legnagyobb kincse talán ez a vizes edény, ami remélhetőleg vízzel is tele van. Bár mindketten autodidakta módon fogtak neki a restaurálásnak, nagyon ügyesen bánnak a festékkel, ecsettel vagy vésővel. A munkát is megosztják egymás közt. Még Bíborka fest, Csaba éppen egy régi bútordarabot tisztít le korábbi anyagától. Csaba inkább tehát ő az, aki restaurál, ő az, aki javít, és hát ebben is megmutatkozik a saját egyéniségünk. Sokkal jobban figyel a részletekre, inkább az összképet látom, és ezt kölcsönösen segítjük egymást is. Hát én inkább festek, és inkább ötletelek. A legfontosabb, neki kell fogni. Aztán majd nagyjából adja magától. Tehát ha van egy pici érzéke az embernek, először is az asztalt, vegyük ezt az asztalt, kéri, hogy mi akar lenni belőle. Megmutatnám esetleg, vannak képek, hogy ez például hogy nézett ki. Hát mi akkor ezt egy bolhapiacon, egy vásáron vettük, nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Tehát alig lehetett látni, hogy esetleg ez egy asztal. És szépen lassan nekifogtunk, kérte, hogy mit kell kicserélni. Korhat állapotban volt, szuvas állapotban volt, nagyon sok része hiányzott, amit mind ki kellett szépen lassan pótolni, és talán mondhatnám, hogy ez az asztal az egyik legjobb tanárom. Ezen tanultam a legtöbbet, amíg sikerült végre ilyen formában elkészíteni. A fiatal házas pár nagyon lelkesen tevékenykedik, bíznak abban, hogy a marosvásárhelyiek elég nyitottak ahhoz, hogy egyedi, kézzel készített, akár személyre szabott tárgyakkal, bútorokkal gazdagítsák környezetüket. Hát nálunk a minden bútordarab egyedi, és talán ez különböztet meg minket a többi nagyobb termelőktől, cégektől, hogy mindegyik régi, és mindegyik egyéni, tehát végül is mindegyikhez hozzáadunk valamit az egyéniségünkből. Azt, hogy erre mennyire van kereslet, hát ez majd kiderül, de reméljük, hogy igen, ugyanis szerintem az mindenki törekszik arra, hogy otthonát minél érdekesebbé, különlegesebbé tegye, és reméljük, hogy mindenki, eddig a visszajelzések pozitívak voltak, és reméljük, hogy megtalálja mindenki azt, amit keres itt nálunk. Igen, össze lehet társítani bármit érzékkel hozzá. Nem mindegy, hogy milyen tárgyak vesznek körül minket, meséli Bíborka, hiszen minden tárgynak külön története van, amely sokat elmesél a tulajdonosáról. Úgy kezdődött többek között, hogy az otthonunk kialakításakor is, hát igazából a Csabi nagymamája padlásán találtunk egy pár darabot, ami megtetszett, és azt kezdtük megjavítani, lefesteni,
és aztán azok közül is került egy jó pár ide a műhelyünkbe. Természetesen aztán, miután szenvedélyé vált ez a dolog, utána rendszeresen látogattuk a bolhapiacokat, ahonnan különböző régiségeket vásároltunk, szinte mindent, amiben valami érdekeset láttunk, és hát mindegyiket nagyon szeretjük. Például ez a kis kredenc, ez a Csabi nagymamájának egy régi bútordarab, amit egy kicsit újra álmodtunk, egy kicsit bohémabb stílusban. Például ez az asztal az egyik kedvencünk, és hát ez egy egyszerű asztal, de úgy gondoljuk, hogy ezzel a festéssel és stílussal adtunk neki még egy plusz dolgot, ami hozzátesz az egyéniségéhez. Bár mindketten nagyon elhivatottan tevékenykednek a kis műhelyben, Bíborka bevallása szerint azért néha hiányzik az utazás, a nagy kalandok időszaka és színtere. Szerencsére mostani munkájuk által is sikerül becsempészni valami egzotikusat a mindennapokba, mondjuk egy különleges kiegészítő révén. Miután hazaköltöztünk, ennek a vándor életformának egy kicsit vége lett, természetesen nagyon hiányzik. Tehát vannak olyan helyek, ahova bármikor nagyon szívesen visszamennünk, de ugyanakkor van egy csomó hely, amit a továbbiakban szeretnénk megnézni. Gyakran nosztalgiázunk, és ugye felevelenítjük a régi emlékeket. Hát nagyon, nagyon szerettünk Egyiptomban és Törökországban élni, és ennek az utazásnak minden kis részlete nagy élmény volt nekünk. Végül is ennek a kis belső térnek akartunk adni egy ilyen kis bazáros jelleget is, mivel tehát az egyik kedvenc helyünk Kairóban a Kanel Kaliri bazár volt, ami színes lámpáival és kis kávézóival egy nagyon érdekes és olyan belső hangulatot teremtett. És ezt a bazáros, orientális, keleties hangulatot szerettük volna becsempészni, és ezt ötvöztük az erdélyi tradicionális butorokkal, ugyanis a butoraink nagy része azért mégiscsak innen kerül be, viszont a színvilága és a motivumok, amelyek rákerülnek, esetleg a stílus, az viszont igen, van nagyon sok ázsiai és ilyen orientálisabb stílusú bútordarabunk, tehát ami úgy lett aztán kialakítva, hogy ezt idézze fel bennünk. Számomra nem volt annyira nehéz, inkább a feleségemnek, ő inkább ragaszkodó típus. Én nagyjából bárhol, ahol vagyok, otthon tudom érezni magam, és jól vagyok, és nem is annyira hiányzik utána, hogyha visszagondolok. Természetesen van nosztalgia, és hiányzik egy picit, de nem annyira. Az alkotás öröme, szeretete éppen elég ahhoz, hogy bizakodva tekintsenek a jövő felé. A kamandalú ajtaja nyitva áll a kíváncsiskodók előtt, és bár a fiatal házaspárnak néha hiányzik a nyüzsgés, a kaland, az utazás, Bíborkáig elégedettek mostani életükkel. A helyiség is, a hely, ahol vagyunk, a kis üzlet, ezt is tudni kell, hogy saját kezűleg csináltunk mindent. Tehát nagyon ragaszkodunk hozzá. Itt elkezdve a padló lerakástól, festésig, ablakig, lámpákig, mindent, amit majd esetleg körül lehet nézni, ezt mi csináltuk ketten. Tehát egyelőre nekünk ez a, mondhatni, a legjobb reklámunk. Aki ide betéved, meg tudjuk mutatni, mi ilyet tudunk csinálni, ilyesmire vagyunk képesek. Hát ez egy nagy álom volt, és végül is nagyon örülünk, hogy ezt sikerült megvalósítani. Igen, nagyon, nagyon szeretjük. Tehát nekünk ez a szenvedélyünk, a barkácsolás és a festegetés, általában ezek a kreatív dolgok. És hát a céljaink között hát több minden szerepel. Többek között szeretnénk majd idővel egy nagyobb térbe költözni. És hát minél színesebb, minél érdekesebb és különlegesebb darabokat alkotni.
Ferenc Gyöngyösi Gyöngyvér Noémi saját gyermekei számára nem csak édesanya, hanem pedagógus is. Hosszú éveken keresztül dolgozott a mostani hagyományos oktatási rendszerben, mielőtt saját útra lépett volna. A két gyermekes édesanya családjával közösen hozta meg a bátor döntést, hogy ezentúl gyermekeit otthon oktatja majd. A döntés előzményeiről, az otthon oktatás lehetőségeiről, a gyermekei lelki világáról és fejlődéséről kérdeztük mai történetünkben. Ferenc Gyöngyösi Gyöngyvér Noémi pedagógiát végzett, 2001-től több mint 10 évet dolgozott tanárként. A legkisebbektől az érettségire készülő diákokig minden korosztályt tanított már. Az évek során látva és tapasztalva a romániai oktatási rendszer hiányosságait, 2013-ban párjával együtt úgy döntöttek, kiveszik nagyobb lányukat az iskolából, és ők maguk próbálják otthon nevelni, tanítani. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egész kis óvodástól 12. osztályig tanítottam. Tanítottam angolt és németet, és az óvodában kis óvodásokkal, mint óvónéni foglalkoztam, de ugyanakkor angolt is tanítottam nekik. Ezért nagyon sok tapasztalatra tudtam ezáltal szert tenni, gyerekekhez közelebb kerülni. Úgy érzem, hogy úgy a kisebb gyerekekkel, mint a nagyobbakkal nagyon jól megértettem magamat. Mindig próbáltam valami újat becsempészni az oktatási óráimra, foglalkozásokra, projektmódszerrel dolgoztam. Mindig kerestem azt, hogy a gyerekeknek hogyan jobb. Mindenképpen közös döntés volt. Az az érdekes, hogy már amikor a nagyobbik lányom óvodába került, akkor azt éreztem, hogy nem, valami nem jó, valamiért nem nekünk való ez a rendszer, és nem is ment szívesen, nagyon nyitott gyermek, nagyon közlékeny, kommunikatív, de nem igazán szeretett óvodába menni. Annak ellenére, hogy mindig keresi a társaságot, úgy a gyerek társaságot, mint idősebb emberek társaságát, hamar barátkozik, és nem szeretett menni, és nagyon rossz volt az, amikor reggelente sírva ment mindig, én mentem másfele, ő ment az óvodába, és mindig telefonon beszélgettünk, amíg apukája vitte, és mindig sírt, és azt éreztük, hogy akkor ez nem nekünk való, de nem a rendszer ellenségei akartunk mi tulajdonképpen lenni, mert nem valami ellen akarunk küzdeni, hanem ahogy Teréza anya mondta, hogy valamiért küzdjünk, ne valami ellen. És mi úgy döntöttük, hogy a gyerekeinknek, első osztály után főleg a gyerekeinknek az a jó, hogyha velünk együtt itthon, apró lépésekben, rájuk figyelve, szeretetben együtt tanulunk tovább. Döntésüket családjuk és szűk környezetük is teljes mértékben támogatta, lányuk volt iskolájával is jó viszonyban maradtak. Már a helyzetüket az is könnyíti, hogy példájukat több család is követte már. Nem volt ellenvetésük, nagyon szépen váltunk el, én úgy gondolom, ők aláírták a papírunkat, mi vittünk egy igazolást, hogy más iskolához tartozik, most már a kislányunk egy amerikai iskolához, ők ezt elfogadták és elengedtek bennünket. Vannak emberek, akik meglepődnek, de rossz visszajelzés eddig nem volt. Szüleink is támogatnak mindenben, amivel tudnak, egyetértettek velünk. Úgyhogy rossz élményeim nekem ezzel kapcsolatban nincsenek. Baráti körben is most már nagyon sokan tanulnak otthon, úgy érzem egyre többen Erdély szerte is. A magánoktatás Erdélyben szokatlan oktatási formának számít, külfölddel ellentétben. Itt ennek nincs hagyománya. Gyöngyiék is egy amerikai magániskolai rendszerhez tartoznak, akik nyomon követik a tanulási folyamatot, és akikkel egyeztetnek az otthon leadott tananyag kapcsán is. Hanga, még egyelőre Hanga van beiratva iskolába, a Home Life Academyhez van beiratva. Valahogy umbrella schools, így hívják ezeket a iskolákat. Amerikában nagyon sokan így tanulnak, hogy otthon tanulnak, be vannak iratkozva. A szülő állítja össze a tananyagot. Kiválasztja a tankönyveket, összeállítja a tananyagot tavasszal, és felküldi az iskolának, elküldi online az iskolának, az iskola utána néz, leellenőrizi és jóvá hagyja a tanmenetet. Magyarországi rendszerbe irattuk volna, akkor fél évente el kellett volna járni vizsgázni, így a szülő van otthon a gyermekkel, a szülő látja azt, hogy miben fejlődött, miben nem, és ő minősíti a gyermekét.
nem úgy kell haladni a tananyaggal, mint a rendszerben. Lassan, ha nem érti, még egyszer leülünk, még egyszer megbeszélgetjük, nem vagyunk határidőhöz kötve. Ha elutazunk, akkor sincs probléma, ha vakációba tanulunk, akkor sincs probléma, szóval nagy a szabadságunk, ami nagyon-nagyon jót tesz nekik. Annak ellenére, hogy a gyermekek nem a romániai oktatási rendszerben tanulnak, ha úgy döntenek, van lehetőségük itt folytatni egyetemi tanulmányaikat, meséli Gyöngyi. Magyarországon le tudja tenni a nemzetközi érettségit. Románból úgy gondolom, hogy tud nyelvvizsgát tenni, felsőfokú nyelvvizsgát, és akkor ugyanott lesz, ahol a társai, gondolom én is. Igenis van lehetőség arra, hogy egyetemre járjon egy udvarhelyi otthontanuló fiú, aki pici korától otthontanult, most ment egyetemre, és ő Dubájban van, a Dubai Egyetemen, úgyhogy mindenre van lehetőség. Pedagógusként a különböző tantárgyak oktatása mellett nagyon fontosnak tartotta a gyermekek személyiségfejlesztését is. Elmondása szerint a mostani rendszerrel pontosan az a legnagyobb baj, hogy nem figyelnek eléggé a gyermekek egyéniségére, lelkületére, adottságaira. Igen, ezt minden nap tapasztaltam, hogy a gyermekek nagyon-nagyon elfáradnak. Az óvodában még nem annyira, de az iskolában mindenképp. Már első osztályban nagyon le vannak terhelve a gyerekek. Úgy látom, hogy a rendszerünk sajnos inkább a mennyiségi oktatásra törekszik, nem a minőségi oktatásra, ami nagyon nagy hátrány, és a gyerekeknek nincsenek letéve az alapok. Nagyon kevés az a gyerek, amely képes ennyi anyag befogadására rövid időn belül. Az első dolog, amit nagyon fontosnak találtam, az az emberség. Az emberség, a szeretet, az, hogy amit megtanulnak, inkább keveset, de azt jól. Gyöngyinek nem jelent különösebb nehézséget egyszerre édesanyának és tanárnak is lenni. Az együtt töltött időt igyekeznek teljes mértékben kihasználni. A hagyományos oktatástól eltérően ők nem órákat tartanak, hanem az egész napot egy nagy tanulási időnek tekintik. Nincs ilyen, hogy óra. Mindent együtt beszélünk, meg nem kelnek korán. Nem is feküsznek 8 órakor le. Az az igazság, de 10 óráig alusznak. Minden nap pihenten ébrednek, nyugodtan, utána felültöznek, elvégzik a kis dolgukat, megvetik az ágyukat, elrendezik magukat, reggeliznek, és utána fogunk neki. Megbeszéljük, ma is megbeszéltük, mit szeretnél tanulni, mit csinálnál, mi érdekel ma. És annak függvényében alakul a napunk. Szoktunk elmenni múzeumba, mindig igyekszünk, hogy tapasztalat által fejlődjenek, ne csak az, hogy üljenek egy könyv mellett. 3-4 óra alatt végzünk azzal, amivel mikor iskolába járt, reggel elment, és este 9-10-ig tanultunk, holott nagyon-nagyon jó tanuló volt. Nekem ez olyan természetes, hogy együtt vagyunk, együtt dolgozunk, mindenkinek megvan a maga programja ezen kívül, mert nem vagyunk a nap 24 órájában azért mindig együtt, mert ők is foglalkozásokra járnak nagyon sok helyre. És én nem, nekem nincs ezzel, nincs ilyen konfliktus, hogy anya, tanár, szerep. Én az édesanyjuk vagyok, aki nevelem őket, aki mellettük vagyok, szeretem őket, ha kell, megszidom őket, ha kell, bocsánatot kérek tőlük. Valahogy ez az nekem természetes ez az egész. Bár szülőként ez a döntés nagy felelősséget jelent, Gyöngyi nem tart attól, hogy gyermekeit ez valamilyen formában hátrányosan érinteni. Sőt, biztos benne, hogy mindenre meg tudja őket tanítani, ami fontos lesz az életben. Leginkább emberségre. Nem félek tőle. Nem, mert tudom, hogy nagyon boldogok. Sokan attól tartanak addig, amíg nem látnak bele az életünkbe, hogy mi a helyzet a szocializációval, hogy a gyerekeink hol fognak szocializálódni. Én úgy gondolom, hogy egy gyermek helyesen akkor szocializálódik, hogyha találkozik vele egykorúakkal, idősekkel, fiatalokkal, és nekünk sokkal több időnk van szocializálódni. Nagyon sok helyre járunk, barátkozunk, minden délután programjuk van, ami hova szívesen járnak. Nagylányom kézilabdázik, kézműves foglalkozásra járnak együtt, balettoznak, csellózik, akkor felfedező csoportba járnak, néptáncra, népdalt tanulnak, és nagyon sok helyt, sok barátjuk van. Hát a kreativitás a hangának azóta szárnyal. Amíg iskolába járt, addig nem volt ideje. Ő nagyon nyitott arra, hogy új dolgokat fedezzen fel, nagyon szeret alkotni, létrehozni valamit, és erre nem volt lehetőség, mert túl fáradt volt mindig.
És úgy gondolom, hogy igazából tapasztalat által fejlődnek, érdeklődésük és játék által, főleg a kicsi szabad játék által tud a legjobban fejlődni, hogy hagyni, hogy azt csináljon, amit ő akar, ne rákényszeríteni dolgokat, és ugyanúgy a nagy is. Remélem, hogy ebből a szeretetből, meg jóból, amit kapnak, ebből előnyt kovácsolnak maguknak. Úgy, ahogy én is azt érzem, hogy megállom a helyemet a világba, mert nem csak itthon vagyok én is velük, mert én is még az mellett egyebet is csinálok, és ez jó, 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 jobb a jót látni, és a jót megtapasztalni, mint hogy mindig azzal szembe menni, hogy milyen rossz a világ. Én azt szoktam nekik mondani, hogy mindennek van jó oldala, lássuk a jó oldalát a nehézségeknek is, mert az csak fejleszt. Minden nap megküzdök magammal is, meg sok mindennel, de olyan jó ez a sok tapasztalat, amit szerzek, és főleg én nagyon-nagyon sokat tanulok a gyerekeimtől, úgy érzem. Sokszor azt érzem, nem én tanítom őket, hanem ők tanítanak engem igazán, és nagyon-nagyon sok mindent megtapasztaltam általuk, és köszönöm nekik ezt tényleg. Ma Kutasi Csaba és Bíborka mesélt nekünk a restaurálás szépségeiről, majd Ferenc Gyöngyösi Gyöngyvér Noémi pedagógussal ismerkedhettek meg. Erdélyi történetekkel jövő héten is várom Önöket a viszontlátásra!